Április végén tárgyal újra Bős Nagymarosról Szlovákia és Magyarország. 1977-ben írták alá a vízlépcsőről szóló megállapodást, megegyezés azóta sincs. Kérdés, hogy lesz-e egyáltalán? A hágai bíróság 97-ben megállapította, hogy jogtalan volt Magyarország egyoldalú kilépése a beruházásból, de jogtalan volt az is, hogy Szlovákia beindította az erőművet. Az ítélet pedig, hogy egyezzenek meg. Azóta is tart az egyezkedés. A Tények rendszerváltó sorozatában Vági Barbara és Talán Csaba filmje a Bős Nagymarosi ügyről. A számlálást megkezdem. 5, 4, 3, 2, 1, 0. A Nagymarosi gát építése 1988-ban. A Bős Nagymarosi vízlépcső tervének egyik része volt a Nagymarosi gát. Magyarország 1977-ben írta alá a vízlépcső megépítéséről szóló szerződést az akkori Csehszlovákiával. A vízlépcsőt el is kezdték építeni. Dunakilitin megépült a duzzasztó, Bősön az erőmű, és Nagymaroson folyamatosan építették a gátat. Ezért következett el a 24. óra. Aztán 1988-tól a tüntetések, tiltakozások után Magyarország kilépett, a nemzetközi szerződést egyoldalúan felbontotta. A Bős Nagymarosi vízlépcső ügyének akkori szereplői ma is ellentétesen látják. Van, aki szerint már a terv is hiba volt, és van, aki szerint meg kellett volna építeni a vízlépcsőt. A vita a szlovákokkal a mai napig tart, a hágai bíróságra került ugyanis az ügy, de a bíróság nem hozott konkrét ítéletet. Lényegében az ítélet az, hogy egyezzenek meg a felek. Az utolsó egyezkedés március 19-én volt, persze nem egyeztek meg. Hogy pontosan mi a vita tárgya, és mi történt az elmúlt 20 évben, ezt mutatjuk meg. Tettünk nektek Yamahát, nem kell nekünk ez a gát, Dunáról fúj a szél, ha felépül ez a gát, lehúzzuk a Yamahát, Dunáról fúj a szél. Utcai tüntetés a vízlépcső megépítése ellen 1988-ban. Ekkor már megalakult a Dunakör. Az egyik alapító, Varga János rendszeresen tartott beszédeket a tüntetéseken, amelyek akkor, 1988-89-ben nem voltak általánosak. A Dunakör a természet védelmében akarta leállítatni a vízlépcső építését. Ezért következett el a 24. óra. A jóvá tehetetlen károk megelőzése érdekében követeljük az építkezések leállítását. A környezetvédők attól féltek, hogy a vízlépcső rendszer teljesen tönkreteszi a Duna élővilágát, és a Duna folyamatosan változó vízhozama a talajvizet is károsítaná, és szerintük Budapest ivóvize is tönkrement volna. Az aluljárókban aláírásokat gyűjtöttek, de kézről kézre jártak az aláírási ívek a munkahelyeken és a lakótelepeken is. Ezek kézről kézre terjedtek. Varga János ma egy aláírási ívet mutat 1988-ból. Körülbelül 10 000 aláírás gyűlt össze, az egész országban gyűjtötték, ma is sokan emlékeznek ezekre az ívekre, meg arra, hogy a főnök elkobozta az aláírási ívet, meg ilyen történetek vannak, de végül is körülbelül 10 000-nyi aláírás gyűlt össze, amiből az értékelhetőket el is juttattuk az országgyűléshez, semmilyen válasz nem érkezett rá. Aztán később sajtótájékoztatókat rendeztünk, nyilvános nemzetközi sajtótájékoztatót, ez is újdonság volt a engedély nélkül természetesen. Ezeket nem akarták betiltani? Hát nem tudták betiltani, mert nem kértünk rá engedélyt. Többször megfenyegettek minket, de én azt gondolom, hogy azért ez egy bomló rendszer volt. Még Ausztriából is jöttek környezetvédők és csatlakoztak a Dunakörhöz. Együtt akartak tüntetni a Dunakörösökkel és az emberekkel, meg is hirdették. A Dunakör viszont az utolsó pillanatban lemondta a tüntetést. Akkor behívtak a rendőrségre és megfenyegettek, hogy bármi történhet, és ezért mi leszünk a felelősök. És úgy döntöttünk, hogy lemondjuk, elmentünk a térre.
és mondtuk az embereknek, az emberek fele szemünkbe röhögött, mert valószínűleg civil titkos rendőr volt. Az osztrákok jöttek egy busszal, ők elindultak a saját felelősségükre, a következő sarkon könnygázzal és gumibottal megállították őket. Ez volt a legsúlyosabb konfrontáció ebben az ügyben. A környezetvédelmi tüntetések később politikai tüntetésekké váltak, már nem csak a természetvédelmiért skandált a tömeg. Ugyanebben az időben az akkori Csehszlovákiában nem voltak tüntetések, pedig a környezetvédők ott sem akarták az erőművet. A szlovákiai posztberezsnyevi rendszerben nem volt egyszerűen tér arra, hogy ilyen természetű nagy mozgalmak alakulhassanak ki. A rendszer ezt egészen az utolsó pillanatig egyszerűen nem tűrte, és hát így ennek következtében akkora nagy tiltakozó akciók sem szerveződhettek, mint annak idején a kádárista Magyarországon, ami hát azért egy puhább rendszer volt, mint az akkori csehszlovákiai huszák rendszer. Itt van, de az már ízés sértés, úgyhogy inkább nyom meg a csöngöt. Jó napot kívánok! Bejöttünk? Jól láttuk, hogy... Március 11-én a nagymarosi építési területre bementek váratlanul a környezetvédők. Azt akarták megtudni, hogy ha leállítják az építkezést, vissza lehet-e állítani mindent az eredeti állapotába. A létesítményi főmérnök. Igen. Napot kívánok. Vitt László. Jöjjenek be, ne itt álljanak az ajtóba. Amit óhajtanak, kérdezzenek, aztán én majd megpróbálok válaszolni, amire tudok. Értem. Először... A kormánynak utasítást kell adni arra, hogy bontsák fel a nemzetközi szerződést. Na de amíg föl nem bontják a nemzetközi szerződést, addig a szerződés érvényben van. Hány év kell ahhoz, hogy az eredeti, vagy közel az eredeti visszaálljon? Én úgy ítélem meg, hogy 3 év minimum kell. Állítsátok le! 1989-ben a Fidesz női tagozata is Nagymarosra ment tüntetni, és ugyanúgy az építés vezetője, a főmérnök, Honvéd Tibor ment ki a tömeg elé. Én ugyanúgy meggyőződésből csinálom, és én úgy vagyok, mint egy orvos. Tudom azt, hogy ha egy mérnök valamit épít, akkor kénytelen beleavatkozni a természetbe. De ugyanakkor kötelességünk is, hogy azt a természetet úgy állítsuk helyre, hogy az jobb legyen és kellemesebb legyen. Hát bizony így most emlékszem vissza, hát tényleg azért... Elég érémisztő volt. Honvéd Tibor még ma is őrzi azt a fényképet, ami a Fidesz tüntetésen készült. Ott volt rendőrség, de én nem engedtem, hogy kijöjjenek. Honvéd Tibor éppen külföldön dolgozott egy építkezésen, amikor hazahívták, hogy a nagymarosi gát építését vezesse. Azt mondta nekem, hogy ide figyelj Tibor, fejezd be már azt a sok külföldi kalandozást, mert több helyen dolgoztunk külföldön is. Gyere haza! Sok pénzt nem ígérek, de nagy kalandba lesz részed. Hát ez a nagy kalandot megkaptuk. Hogy féltem? Hát általában akkor, amikor az ember egy nagyobb tömeggel szembenéz, és nem tudja, hogy mi fog történni, bizonyos szorongások vannak. Hát, nézze, az idő az nagyon... elmossa a dolgokat. Ugye néha azt szokták mondani, hogy aki nagyon gyáva volt, de időben hőssé lépteti elő magát. Hát ez természetesen én nálam is így van, hogy most könnyebben fogom föl, mint akkor, amikor ez késztény volt. A tüntetések folytatódtak, és nem sokkal később a magyar kormány úgy döntött, kilép a beruházásból. Nem folytatta tovább az építkezést. A mai napig vitáznak az ügy akkori szereplői, hogy miért döntött így a kormány, politikai okokból, vagy környezetvédelmi okokból. Teljes egészében azt tudom mondani, hogy politikai döntés volt. Hát úgy gondolom, hogy mindkettő volt. Ebben benne voltak a környezetvédelmi megfontolások is.
De ekkora már felépült a dunakiliti duzzasztó, ami a bősi erőműhöz kellett. De ezt nem használhatták, mivel Magyarország kilépett a beruházásból. Azóta, 1989 óta áll a dunakiliti duzzasztómű lényegében kihasználatlanul. De duzzasztó kell egy erőmű elé, ezért a tervek arról szóltak, hogy Dunacsúnyon, szlovák területen építenek egy hasonló duzzasztót. A Dunát elterelik, és így termelik bősen az áramot. Akkor viszont a magyar természetvédők ezt nem hitték el. A Illés Zoltán hajós, illetve Varga János vezényletével megnyugtattak bennünket, illetve az ott a hallgatóságot, hogy meg vagyunk mentve, nincs itt semmi probléma, hisz a szlovákoknak se jelzünk, se pénzük, se tehetségük nincs ahhoz, hogy eltereljék. A jog is mellettünk van, tehát nem csinálhatnak semmit. Ami munkákat látunk, az csak kavicsbányi nyitási munkálatok, holott szabad szemmel látható volt, hogy töltést építenek. Tehát ahhoz nem kell nagy fantázia, hogy néhány száz méterről kiváltó legyen, hogy mit építenek. Arról nem is beszélve, hogy ők folyamatosan állították, hogy megépítünk, befejezzük a rendszer, működőképessé teszik bőst, és ehhez az kell, hogy duzzasztó legyen. És meg is építették a szlovákok, akkor ez már Szlovákiának nemzeti ügy volt. Aki a bősi erőművet nézi, az a betonépítményen felfedezhet egy nagy-nagy, nevezzük úgy, hogy dicsőségtáblát, amit hát a Matica Slovenská nevű Magyarországon is jól ismert szlovák szervezet helyezett el az erőművön, amelyben hát ugye nagy nemzeti győzelemként értelmezi az erőmű megépítését a magyarok felett, mert hát a magyarok ellenezték, Szlovákiának ellenére meg tudta építeni. Ez a bősi erőmű a táblával a falán. A pontos fordítása pedig így hangzik. Szlovákia azon polgárainak, akik 1938 és 1945 között Dél-Szlovákia magyar megszállása idején a szlovák köztársaság szuverenitásáért, területi épségéért szenvedtek és adták életüket, és mindazoknak, akik tudásukkal, szívós munkájukkal hozzájárultak e műhöz, Szlovákia felemelkedése érdekében. Tehát ez a bősi erőmű és az elterelt Dunaág. Itt termelik az áramot, látszik, hogy a gát mögött mekkora a víz, és mekkora a gát előtt. Ekkorát zúdul a víz ezen az épületen belül, és termeli az áramot. Viszont ezzel, hogy elindult a bősi erőmű és a duzzasztó megépült Dunacsúnyon, a magyarországi Szigetköz egyre kevesebb vizet kapott. A Szigetközben most többen azt mondják, kevesebbet ártott volna a természetnek, ha megépül a vízlépcső. Az a bizonyos idézőjelölt természeti kár sokkal kisebb lett volna, mint ami most az elterelés után következett, hisz kiszáradtak azok a hatalmas élőhelyek, rengeteg halálomány, rengeteg növényzet, de sajnos megtörtént az, ami megtörtént, és a kulcs, az úgynevezett csap nem a mi kezünkben van, innentől kezdve sok mindenbe ki vagyunk szolgáltatva, akár a természetnek, akár pedig a szomszédos szlovákiai oldalnak, hisz ők akkor adnak nekünk plusz vizet, hogyha az erőműnek a működtetése nem okozza nekik problémát kevesebb vízzel sem. Gondoljanak bele azok, akik ilyeneket mondanak, hogy milyen jó lett volna, ha megépül. Az eredeti szerződés szerint mindössze a mai átlagos víz azon 2,5%-a folyna az eredeti mederben, most kb. 25-30% ezt a kompromisszumot sikerült elérni, természetesen sokkal több víz kellene bele. Hogy is mondjam, melyik rossz a nagyobb rossz? Itt szerintem az lett volna a szerencsés, ha egyáltalán nem épül meg. De érzésem szerint meg fog az épülni. De nem csak egymás között vitáznak a vízlépcső érintettjei. A hágai bírósághoz került az ügy. A bíróság 1997-ben hozott ítéletet. A lényege az volt, egyezzen meg Szlovákia és Magyarország.
Ez egy megoldhatatlan ellentét, és emiatt valójában máig nincsen döntés. Magyarország sokkal több vizet szeretne a Dunába és a mellékágakba, Szlovákia pedig a veszteségek valamelyes enyhítésére minél több áramot szeretnének termelni. 1997 óta próbál a két ország megegyezni, eddig még nem sikerült. Az utolsó tárgyalás március 19-én volt. 1977-ben írták alá a szerződést, most 2009 van. Ezt a tárgyalófelek is tudják, hogy nem lesz megegyezés. Bármeddig, hát a felek természetesen ezt húzhatják. Hol lett ez elrontva ön szerint? 1977-ben. A Bős Nagymarosi Tárcaközi Bizottság titkára ennek ellenére bizakodó. Többek között ő jár a pozsonyi tárgyalásokra, és azt mondta, az utolsón már úgy tűnt, van remény. Látok egy 50% esélyt abban, hogy az előbb említett december, ez év decemberi határidőre mi előre tudunk lépni a szlovákokkal szakértői szinten, és ez adhat egy olyan lökést, amely végső soron a ágai ítélet végleges megoldásához azért el tud vezetni bennünket. Hogy mikor, azt ne kérdezze. A magyar félnek konkrét igénye van, erről tárgyalnak a szlovákokkal folyamatosan. Tulajdonképpen egyszerű a megegyezés, viszonylag egyszerű elméletileg a megegyezés a két fél között. Ha Szlovákia elfogadja azt, hogy a második vízlépcső szakmai okokra hivatkozva természetesen nem szükséges most megépíteni, akkor a másik oldalon azt mondjuk, hogy azt a csúni duzzasztót, ami pillanatnyilag nemzetközi jogi értelemben illegálisan működik, azt a magyar fél hajlandó a legális rendszerbe elfogadni, abban az esetben, hogyha a Szigetköz csalóközben a megfelelő mennyiségű víz bekerül, és az ökológiai állapot, az előbb említett környezeti célkitűzések, hosszú távú célkitűzések megvalósíthatók lesznek. Arról nem döntött 1997-ben a Hágai Bíróság, hogy mi az a határidő, amíg meg kell egyeznie a két országnak.